Felavatták, elkészült a rózsák tere. Átadták, befejeződött a Toposháza utca felújítása. Líbiában segítettek, hazaérkeztek az alakülönleges mentők tagjai. Ez az Allegerszegi Televízió híradója, jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2023. szeptember 27-e szerda van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Készre jelentették és átadták a rózsák terét. A Kovács Károly városépítő programnak köszönhetően 2600 rózsát ültettek el, és mintegy 1000 négyzetméter területet füvesítettek. Emellett egy új szökőkút is épült, melynek közepét Kisfaludy Stróp Zsigmond Kismakrancos című alkotása díszíti. Balai Zoltán polgármester az ünnepségen emlékeztetett. A kormány támogatásának eredményeként városszerte megújulnak a közterületek. Van néhány olyan ikonikus közterület és tér a városban, amely a lakók, a polgárok szempontjából különösen is fontos. Ezek közül most a Kálvária tér, a Rózsák tere újult meg, ahol az elmúlt esztendőkben gyakorlatilag minden épület, amely körbeveszi, már új külsőt kapott. A református templom, az evangélikus lelkész ház most elkezdődött éppen a Kálvária felújítása, szemközti oldalon pedig a járdáknak a rendbehozatala, és úgy gondoltuk, hogy ideje magát a teret is teljes mértékben felújítani és méltóvá tenni az elnevezéshez. Az eseményen Víg László országgyűlési képviselő a kivitelezőt és az önkormányzatot méltatta. Galbavi Zoltán a településrész képviselője bejelentette. A Modern Városok program folytatódik a körzetében. A közeljövőben elkezdődik majd a Kikelet utca felújítása és átépítése is, de jövőre szeretnénk felújítani a Tomori Pál utcát és a Szent László utcát, ugyanígy új parkolóhelyek kerülnek majd kiépítésre, hiszen a kórház parkolási gondjait próbáljuk ezzel is enyhíteni. Kovács Dezső a kivitelezés részleteiről tájékoztatott. 1000 négyzetméter füves területet hoztunk létre, és mintegy 300 négyzetméter rózsaágyást. Eltelepítettünk három új fát, kerti bútorokat, parktechnikai elemeket helyeztünk el, és megújult a tér világítása, az elektromos hálózata. Létrehoztunk egy új medencét, ami a szökőkút medencéje, ezt vízgépészettel láttuk el, és Farkas Ferenc szobrászművész jóvoltából megújult és patinásodott a szobor, ami a térnek a legfontosabb eleme. Balai Zoltán a rózsák terével kapcsolatban Czobor Mátyás munkásságára irányította a figyelmet. Mint mondta, a park a Virágos Zalaegerszeg program megálmodójának szellemiségéhez méltó módon újult meg. Befejeződött a Toposháza utca felújítása. Az 1,3 km hosszú szakasz rendbetétele csaknem 250 millió forintba került. A beruházás költségeit a Kovács Károly városépítő program biztosította. A részletekről a helyszínen számoltak be az újságíróknak. A térségben a környezeti és energiahatékonysági operatív program 100%-os támogatásával új víztorony épült, melynek eredményeként javult az ivóvíz minősége. Mint Balai Zoltán fogalmazott, a település részen ez volt az elmúlt évtizedek legnagyobb és egyben legátfogóbb fejlesztése. Egy része már a korábbi ciklust érintette 600 méter hosszan, most újabb közel 1300 méter útfelújítás történt meg, de önmagában nem csak útfelújítás valósult meg, hanem ehhez kapcsolódott korábban egy ivóvízvezeték, illetve egy víztorony építési munkálatsorozat is. Így aztán összességében egy 4,5 milliárd forintos beruházás az, amelyet most jelképesen átadhattunk az itt élő polgároknak. Az aszfaltozás azért vált időszerűvé, mert az elmúlt években a kátyús egyenetlen burkolat állapota tovább romlott. A bazitaiak többször jelezték a problémát önkormányzati képviselőjüknek. A 2019-es választási kampányban volt egy Facebook bejegyzésem, ami arról szólt, hogy a Toposházi utcát ebben a ciklusban szeretnénk majd teljes mértékben felújítani. Mivel az állapota egyre romló volt, ezért az idejében végre a Kovács Károly városépítő program keretein belül megújulhatott ez az utcakasz, ami azt jelenti, hogy közel 1300 méter hosszon, 3,5-4,5 méter szélességben újulhatott meg, és közel 250 ember életét könnyebbíti meg. A településrész folyamatosan fejlődik. A templom környékén már végeztek a munkálatokkal. Megszépült a buszmegálló, és nemrégiben átadták a városrész első játszóterét. A tervek szerint az óvoda udvara ősszel új játékelemmel gazdagodik.
Figyelemfelhívó aláírásgyűjtést kezdett a Mi Hazánk mozgalom. Az akcióhoz csatlakozott a párt, az Alavár megyei szervezete is. Céljuk, hogy tájékoztassák a lakosokat arról a szerződésről, amit a kormány és az egészségügyi világszervezet jövőre írnának alá. A WHO szerződésben rögzíteni a járványok idején kötelező eljárási formákat. A nemzetközi megállapodáshoz Magyarország is csatlakozna. A Mi Hazánk mozgalom célja, hogy minél többen megismerjék az irat tartalmát. Úgy látjuk, hogy a szerződés olvasatában nagyon sok olyan jogot, ami egy szuverén államhoz tartozik, az át fog adni a WHO-nak központi használatra, és ők fogják majd eldönteni, hogy milyen járványintézkedések szükségesek mondjuk Magyarországon, New Yorkból. Tehát ezt egy kicsit visszásnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy itt is megvannak azok a szakemberek, akik ezen a vonalon el tudják dönteni, hogy mikor szükséges egy járványt kihirdetni, mikor szükséges bármilyen oltakozást kezdeményezni. Farkas Attila kifejtette, 2024 májusában kötik meg a felek a megállapodást, amit a Világszervezet honlapján angolul tettek közzé. A párt annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a részleteket, ezt lefordította magyarra és weboldalán közölte. A Mi Hazánk felvállalja azt, hogy ezt a szerződést megismerteti az emberekkel, hogy tudják azt, hogy milyen döntést fog hozni a kormány, annak milyen következményei lesznek, és fel tudjanak készülni a döntés előkészítésre, mivel népszavazást ebbe a kérdésbe nem engednek meg, egy előzetes konzultációt mi mindenképp szeretnénk az emberekkel, mert ez hosszú távra meghatározza az egészségügyi helyzetünket, illetve az egészségügyben milyen protokollt fognak alkalmazni. A politikusok vármegye szerte várják az aláíró pontokon az érdeklődőket, akik online is leadhatják szignójukat. Hazaérkeztek Líbiából az ALA különleges mentők tagjai. A két zalaegerszegi önkéntes a Pest megyei kutatómentőszolgálat csapatát erősítette az árvíz sújtotta kelet-líbiai városban. Ma Víg László országgyűlési képviselő köszöntötte őket. Varga György és Supák Sándor 11 napot töltött Derna városában. Az elsők között érkeztek a katasztrófa sújtotta övezetbe, ahol megdöbbenve tapasztalták, miként pusztította el az ár alig néhány másodperc alatt, amint egy 200 ezer fős települést. Ilyen mértékű pusztulás, pusztítást, ha az ember nincsen jelen, nem is tudja fölfogni, hogy 5-6 emelet magasan, akkor végigjártuk a házakat túlélők után kutatva, még a plafon tetején is iszap csöpögött, és a szekrények tetején növényeket találtunk, a lakásokban másfél-két méteres iszap hordalék volt, ott lévőknek, akik bennmaradtak a lakásba, esélyük se volt a túlélésre. Igazából abba tudtuk segíteni, hogy a kutyákkal megjelöltük a helyeket, ahol vélhetőleg van elhunyt hozzátartozó, és segítettünk nekik mozgatni az iszapot, a földréteget. Ilyen esetben túlélés az 0% igazából, tehát akkor az a helyiek elmondása szerint 100-120 km/h sebességgel érkezett az ár, ott semmi nem maradt éppen. Az ALA különleges mentők tagjait az elsők között köszöntötte Víg László. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, munkájuk tiszteletet és folyamatos támogatást érdemel. Én azt hiszem, hogy egy nagyon emberfeletti munkát végeztek az elmúlt 10 nap alatt. Azért hívtam őket, hogy tisztelegjünk a hősök előtt, és hát mindent megtegyünk azért, hogy a munkájukat a következő időszakban is tudjuk segíteni. A több mint 30 tagot számláló egyesület most ünnepli 20. születésnapját. Számos bevetés áll már a hátuk mögött. Talán a legtávolabbit említeném, Indonéziában jártunk egy földcsuszomlás utáni katasztrófamentésben. Egyébként 11 külföldi országban jártunk, ahol segítséget kellett nyújtani, illetve a képességeket javító gyakorlatokon vettünk részt. A csapat tagjai sokat nem pihenhetnek. Hétfőn ugyanis Bulgáriába indulnak, ahol újból meg kell szerezniük az ENSZ kutatómentő minősítését. Mintegy 400 gólya kezdte idén egyetemista éveit Zalaegerszegen. Az első hét elfoglaltságainak összeállításánál fontos szempont, hogy a hallgatók megismerjék a várost. A Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem legújabb tanulóit ma Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte az önkormányzat előtt.
A fiatalok ezután folytatták programjukat, melynek részeként csoportbontásban ismerhették meg a közterületeket és szórakozó helyeket. A mai nap ugye a gólyaavató keretében várjuk a hallgatókat, nem csak ide a polgármesteri hivatal elé, hanem körbe a városba szerte olyan helyeken és pontokon, ahol az idősebb egyetemi hallgatók különböző feladatokkal várják őket, azért is, hogy megismertessék velük a város, hogy minél jobban megmutassák nekik a városnak akár csak a vendéglátóhelyét, akár csak az intézményét, kulturális intézményét, vagy azért, hogy minél jobban a város közéletébe belecsöppenjenek. Bal lépés jobbra a Hevesi Sándor Színházban. Ez a címe annak a péntektől látható és felhőtlen kikapcsolódást ígérő francia vígjátéknak, melynek eredeti címe a Lifttől balra. A produkció igazi különlegességnek számít, mivel Magyarországon egyelőre kevés helyen láthatta a közönség. Jó napot! Jó napot! Tudja, ez is csak velem történhet meg. Kizártam magamat a lakásomból, és a kulcsaim benne maradtak a zárban. Egy rosszkor becsapódott ajtó miatt félreértések sorozata és egy balul elsült randevú története elevenedik meg a színpadon. Az előadást Besenci Árpád rendezte. Ez egy könnyed, hogy nem mondjam, frivol francia vígjáték. Itt nem igazán a szituációk, hanem a szövegpoénok azok, amik viszik előre a történetet, és mulatságosan bonyolítják az egész cselekményt. Egy teljesen hétköznapi helyzetről van szó. Van két szomszédos lakás egy lépcsőházban, mindenki ismeri, és a húzat az egyiket ajtót rosszkor csapja be. És valaki kimarad, aztán bemegy egy olyan helyről, nem kéne bevennie. Innentől kezdve aztán a dolog felborul. A történet főhőse Jan, aki álmai asszonyát várja randevúra. A 30 éves festőművész imádja a nőket és habzsolja az életet. Zalaegerszegen D. Varga Ádám bújik a bőrébe. Mint általában így a vígjátékoknál ez szokott lenni, félreértés szül, és az egész darab igazából a Jan Dukodré karakterén keresztül történik meg, tehát hogy a nézők az én karakteremmel élik át az eseményeket, ők végig értik azt, hogy mi történik, majd amikor már én se értek semmit, akkor úgy a nézők se fognak jobb esetben semmit se érteni. A darabban kulcs szereplő Éva is, akit Dura Veronika alakít. Éva karakterét igazából legjobban egy ilyen olasz temperamentumos nőhöz tudnám hasonlítani. Neki van egy férje, Boris, akit majd Bot Gábor alakít, és az ő párusuk egy rendkívül heves, féltékenységekkel megtűzdelt szerelmi kapcsolat, és igazából nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy Éva is nagyon nagy szerepet játszik majd a darabban lévő zűrzavar kialakításában. A főbb szerepekben a közönség találkozhat még Magyar Cecíliával, Bot Gáborral, Debrei Zsuzsannával és Bellus Attilával. A díszletet Mészáros Tibor, a jelmezeket Szőke Julianna jegyzi. A bemutató szeptember 29-én, pénteken 19 órakor lesz a Hevesi Sándor Színházban. Az ETFC-hez igazolt Dombó Dávid. A kapus 2015 és 2020 között a Mezőköves Zsóli csapatát erősítette, majd a Kisvárda FC-hez igazolt, ahol 2020 és 22 között 73 bajnokként csupán 24 gólt kapott. Tavaly a Vasas FC-hez ment, ahol végül közös megegyezéssel szerződést bontottak. Dombó Dávid a jövő nyárig szegődött a zalai csapathoz. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Felavatták, elkészült a rózsák tere. Átadták, befejeződött a Toposháza utca felújítása. Líbiában segítettek, hazaérkeztek az ala különleges mentők tagjai. Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2023. szeptember 27-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!